Hegyvidéki házamban, teljes elvonultságban és csendfogadalomban meditációs és koncentrációs gyakorlatokat végeztem. Ettől kezdve egész életemben. Azt hittem, meditációs élményekre találok majd. De semmi sem történt az eltelt évek alatt. Legalábbis semmi olyan, ami a tudat lezárt kapuját átszakította volna. A mélyben azonban lassan, mégis megállíthatatlanul, képek keltek életre. A helyükre rendeződtek. Átszötték és átszínezték egymást. Megszületett az a tervrajz, ami lehetővé teszi, hogy megtaláljam a kulcsot, és belépjek a belső világ mennyországába. A tervrajz szerint ez a kulcs a pokol legmélyebb bugyrában van elrejtve. Olyan mélyre, hogy mire odajutok, sírva fogok imádkozni a halálért. Az évek során, némán, meditációs ülésben, a legmélyebb elmélyülésben nem tettem mást, csupán előkészítettem a következő testetöltésemet. Ideje volt, hogy a kezdet és a vég összeérjen. Ideje volt, hogy egyesítsem a kezdet hatalmas szellemi töltését, az anyagi világban megtett hosszú utam tapasztalataival. Így a személytelen erőt személyessé, emberi használatra alkalmassá tegyem. Kezdetben az őserők személytelen égi erejével mindannyian villámok vagyunk. Az utunk során addig formálódunk, amíg végül kezdünkben az elektromosság csodája, ami képes arra, hogy fényt és meleget adjon, emberi léptékek szerint. Most arra megfeleltem a hét csakra kérdéseire. Életem minden területének tökéletes harmóniája volt a válasz. Azonban maradt még néhány lezáratlan ügyem. A feladat, amelyet kitűztem magamnak, elvárja tőlem, hogy a végükre járjak. Vállaltam, hogy elvarrom az elvarratlan szálakat. Újraélem a múltam, és fejlődöm általa. Egy lehetőségem lesz rá, hogy másfajta, nemesebb érzelmekkel vegyek részt az ismerős helyzetekben. És ha sikerül, magasabb nézőpontból lássam át a szálakat, amik az élet szövedékét alkotják. Az idő eljött. Minden készen állt. És a fejlődés szándéka tűzként izzott a lelkembe. Azért szeretem nagyon ezt a részt, mert amikor írtam ezt a könyvet, akkor ez hátborzongató volt a számomra. Ahogy írtam ezt a könyvet, az egészen különleges volt. Két hét alatt írtam meg a nagy részét. 7 évig készült egyébként a könyv, de a lényegi része az 2 hét alatt született. És ebben a 2 hétben azt éreztem, hogy abból, amit írok, abból erről sugárzik. Olyan érzés volt, hogy egyszerűen nem tudtam tőle aludni, folyamatosan energiához jutottam. Egy olyan erőhöz, ami a könyvből sugárzott. És az a csodálatos, hogy azóta is sugárzik belőle. Nagyon sokan számolnak be arról, hogy miután elolvasták ezt a könyvet, azt érezték, mint hogyha egy intenzív kurzust csináltak volna velünk végig. Meg lehet érezni, hogy az energia, ami árad belőle, az feltölti a testet, és a testetek körüli teret is ugyanúgy. Úgyhogy amikor ezt írtam, akkor szinte alig ettem, és nem aludtam éjszakánként, hanem mindig csak azt láttam, kint voltam éppen, nyár volt, és ültem az asztalnál, és azt láttam, írtam, és azt láttam kint a teraszon, hogy feljön a nap, nappal van, lemegy a nap, éjszaka van, felkapcsoltam a világítást, és így írtam gyakorlatilag 2 héten keresztül. Ez egy csodálatos élmény volt, amit sosem felejtek el. És bár tudtam a történetet, tudtam, hogy mit akarok leírni, de mégis úgy születtek meg a szavak a tollam alatt, én papírra írtam tollal. Úgy születtek meg a szavak a tollam alatt, hogy úgy álltak össze egy történetté, ami számomra is meglepetés volt. És nagyon-nagyon sok érzelmet váltott ki belőlem ez a rész, abban a szempontból, hogy annyira keveset láttunk a felszínen. A meditációról azt gondoljuk, hogy mindenképpen pozitív lesz számunkra, és hogy mindenképpen nagy szellemi élményekkel fog járni. És a filozófus élete megmutatja azt, hogy lehet, hogy valaki a fél életét meditációban tölti,
a felszínen mégsem történik semmi, látszólag. Azonban a mélyben, és ez valami egészen, ez a legérdekesebb része számomra a könyvnek, hogy a mélyben elindul valami lassú mozgás, és megszületik egy tökéletes tervrajz az elmélyültség és a tiszta szándék hatására. Ehhez még idő kell, amíg a külvilágban megnyilvánul, de belül már ott van. És amikor azt várjuk, hogy valami kényelmes lesz, kellemes, emelkedett és magas röptű, akkor lehet, hogy kiderül, hogy a karma szálai úgy vannak megszőve, hogy lehet, hogy az út nem biztos, hogy egy diadalmenet lesz. És ahelyett, hogy ítélkeznénk ilyenkor, és azt mondanánk, hogy bűnös voltál, és ezért most rossz az életed, kiderül, hogy pont ezek a nehézségek segítenek abban, hogy az ember a lehető legmagasabbra emelkedjen. Sokkal magasabbra, mint ezek nélkül a nehézségek nélkül. És számomra csodálatos azt látni, hogy összeérnek érnek ezek a szálak. Az, hogy addig nem nyugodtam meg, addig belül valami nem nyugodott meg bennem, amíg minden egyes helyzetet a legnagyobb tiszta szeretetben nem tudtam feloldani. Ez a szeretet most megvan, és nagyon hálás vagyok a sorsomnak, hogy ezt az életutat végigjárhattam. Bármennyire is nehéznek tűnik. Úgyhogy olvassátok a Karma Killert! Az új kiadásban benne van 4 olyan szellemi gyakorlat, ami előtte nem jelent meg sehol, és otthon is végezhető. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok. Isten áldjon benneteket. Sziasztok!